Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Déri-Né Kulturális Központban, és hamarosan kezdődik egy díjátadás. Tisztamenti Regionális Vízmeg ZRT a Vízvilágnapja alkalmából írt ki egy pályázatot gyerekeknek. Erről fogunk most beszélgetni. Hány kategóriában írták ezt ki? 6 kategóriában került kiírásra a pályázat. Hát nem szakítottuk meg a hagyományokat, amit még az előd üzemeltette a Nagykun Kft. Vezetett be. Jónak tartjuk, támogattuk, és így mi is 6 kategóriában kiírtuk a pályázatot. A gyerekeknek 176 pályamű érkezett be, és tekintettel arra, hogy a vízvilág napjakor az időjárási körülmények nem a legjobbak voltak, így ahogy a kollégáktól hallottam, az előző hagyományoktól eltérően nem az óvodások adták be több pályázat, hiszen ebben a havas, ónos és időjárásban ők nem igen látogatták meg ezt a cselekményt, hanem a felsős iskolások adtak több pályázatot, viszont az óvodásoknak megengedtük azt, hogy mivel nem tudtak kijönni, így ők más témakörből is megőrzhetik élményeiket a vízről, illetve azzal kapcsolatos dolgokról. Azt hiszem, hogy biztos, hogy élmény volt, akiknek ott lehettek. Látjuk itt a szép díjakat, fontosnak tartják jövőre is, hogy az ötödik, hát az már akkor az ötödik alkalommal lesz. Esetleg bővíteni fogják, fölkészülve esetleg egy ilyen időjárásra, hogy nem ennyire kötött lesz a témakör? Igen, természetesen a hagyományokat mindenki folytatni szeretnénk, bővíteni szeretnénk. Hát ugyebár tudva levő, hogy január 1-től vettük át üzemeltetésre a Tisztamenti Regionális Vízmeg ZRT a Nagykun Vízmű Kft-t. Hát 22-ig nem volt elég idő arra, hogy nagyobb cselekményt tudjunk végrehajtani. Mindenképp szeretnénk továbbfejleszteni, bővíteni, hiszen a víz megóvása, a vízkincsünk megóvása és annak a tudatos nevelése már gyerekkorban nagyon fontos dolog. Azt hiszem, hogy az is fontos, hogy közelebb vinni önökhöz a szolgáltatóhoz, és hogy megismerjék azt a tevékenységet, amit önök végeznek. Esetleg terveznek-e valami hasonlót, nem pont üzemlátogatással egybekötve, hanem valami más módon a gyerekeknek valami programot? Mindenképp szeretnénk, hiszen nagyon sokan tévúton járnak abba, azt, hogy a vízkészleteink korlátlanok. A vízkészletünk sajnos korlátozott, nagyon pazarlóan bántunk vele, és már a gyerekkorba meg kell kezdeni az tudatos nevelést, hogy a víz kincs, a víz érték, takarékosan kell bánni, hogy utódainknak is jusson belőle bőven, amivel mi most még, hogy úgy mondjam, duskálhatunk és nem tudjuk értékelni. Tehát mindenképp szeretnénk a gyerekeknek valami olyan szintű látogatás, rendezvényt, bemutatókat tartani, hogy már most ebbe a korba tudatosuljon bejük, hogy a víz kincs és jól kell vele, takarékosan és jól kell vele bánni. És hát gondolom, hogy önök is azt hallják, amit sokan szoktak, hogy a felnőtteket is a gyerekeken keresztül lehet megfogni. Tehát ha gyerek jó példával jár, akkor esetleg az otthon pazarló, mosogató anyuka is egy picit jobban odafigyel. Felnőttekhez is próbálnak majd nyitni éppen emiatt? Természetesen, de ahogy tetszett is mondani, egy gyerek az sok minden rá tudja venni a szüleit, és amire a szülő nem hajlandó, hogy magától lehet, hogy a kisgyerekétől látva, most mondjak egy buta, elszégyeli magától, mert a gyerek is tudja, én meg nem, és bízunk abba, hogy ő rájuk is hatása, és természetesen ezek a rendezvények, ezek a látogatások, hát főleg gondolok az óvodás gyerekekre, úgy is eljön a szülő vele, ha akarja, ha nem, ott lesz, végighallgatja, és a tudatos nevelés, bízom benne, illetve tájékoztatás az elmúlt időszakhoz hasonlóan meg fogja hozni a gyümölcsét. Akkor reméljük, hogy sok hasonló rendezvényen találkozunk még, és addig is jó munkát és jó ötleteket kívánunk önöknek ehhez a tudatos neveléshez. Nagyon szépen köszönjük, és igyekezni fogunk, hogy jó példával járjunk elő a térségben. Kovács Szilvia alpolgármester asszony is itt van ezen a díjátadón. Láttuk, nagyon szép rajzok születtek. Azt hiszem, hogy fontos, hogy gyerekkorban elkezdjék már ezt a tudatos vízhasználatot. Így van, ez pontosan így fogalmazódott meg bennem is, amikor megkaptam a rendezvényen való részvételre a felkérésemet, és örömmel láttam, hogy megint nagyon szép és számos pályamű érkezett. Én úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik ebben a pályázatban részt vesznek, már egy nagy lépéssel előre haladtak ezen az úton, hogy a környezetünket, a természetünket védjük, és tudatosan gazdálkodjunk ezekkel az erőforrásokkal, úgy, hogy az elkövetkezendő nemzedéknek is jusson belőle elég. És üzemigazgatóval az előbb beszéltünk, és mondta, hogy azért tartották meg ezt a kezdeményezést, mert az elődnek is egy jó kezdeményezése volt, és minden olyat szeretnének továbbvinni, amit a Nagykun Vízmű megvalósított, és ő is mondta, hogy 176 pályamunka érkezett, tehát ez is egy nagyon szép eredmény. Igazgató úrnak nagyon nagy igazsága volt ebben, és egyben ezúton szeretném neki megköszönni, hogy ezt a kezdeményezést megtartotta, felkarolta, és tovább fogja vinni. Ahogyan az előbb beszéltünk, talán 50 évig is, hiszen nem
prognosztizáltuk, hogy mennyire lesz az együttműködésünk a közeljövőre és a távoljövőre nézve. Nagyon fontos, hogy a gyerekek és az óvoda munkáját egy ilyen kezdeményezés, egy ilyen támogatás segítse, hiszen akkor tudnak ők is méltó eredményt elérni ezen a téren, hogyha mögött áll egy olyan intézmény, aki ennek megfelelő keretet és megfelelő támogatottságot tud nyújtani. És hát ő is azt mondta, de ön is elmondta már többször, hogy a gyerekeknél kezdődik a tudatos felnőtt nevelés is. Tehát azt hiszem, hogy ez is fontos, hogyha a gyerekek jó példát látnak, akkor esetleg otthon is, vagy iskolában is használni fogják ezt, és ráveszik esetleg a szülőket is erre. Pontosan így van, és az óvodáskor az, ami egyrészt a legfogékonyabb a gyerekeknél, tehát ilyenkor taníthatunk meg, és tanulhatnak meg a legtöbbet, és ez meg is határozza később életüket. Tehát én úgy gondolom, hogy amit a pszichológia tanít és a fejlődés lélektan tanít, ez a 6 éves korig, 8 éves korig elsajátított értékek, ezek meghatározóak a gyerekek számára, és majd később mi felnőttek is. Ebből fogunk tudni majd gazdálkodni, hiszen azt fogjuk visszakapni, amit a gyermekeinknek adtunk. Akkor reméljük, hogy akkor még 50 év múlva is tudunk egy hasonló pályázatról beszámolni, és reméljük, hogy hasznos lesz a gyerekek számára, és hiszen itt láttuk, hogy mennyire nézték már, hogy ki lett a díjazott, és reméljük, a rajzokat utána még meg lehet majd tekinteni. Én bízom ebben, és ezután szeretném megköszönni és gratulálni a résztvevő tímnek a munkáját, minden óvodának, szülőknek, nagyszülőknek a támogatását és a segítségét, hiszen a háttér nélkül ezek a pályázatok, ezek a szép rajzok, művek nem születhettek volna meg. Köszönöm a munkájukat. Mi is köszönjük szépen.